Tisztelt Országgyűlés! Dúró Dóra független képviselő azonnali kérdést kívánt feltenni miniszterelnök úrnak. Meddig tűrjük az EU magyar ellenes kettős mércejét címmel? Képviselőasszony, önél szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta eltelt 16 év elegendő ahhoz, hogy mérleget készítsünk. A Mi Hazánk mozgalom szerint már a csatlakozást megelőző népszavazási kampány is félrevezető volt, hiszen csak az előnyöket mutatta be, a negatívumokról alig lehetett hallani. Azóta még közelebb kerültünk az Európai Egyesült Államokhoz, az unió birodalmi törekvései egyre erősebbek, miközben a mézesmázos ígéretek, amikkel kecsegtettek minket, nem teljesültek. Az árak lényegében kiegyenlítődtek, de a bérek nem. Thomas Piketty, a híres francia közgazdász kimutatta, hogy a multicégeken keresztül több profit megy ki Magyarországról nyugatra, mint amennyi uniós támogatás visszajön. Érdekes az is, hogy 2006-ban valahogy nem aggódtak a jogállamiságért sem, most pedig ránk akarják kényszeríteni a tömeges migrációt, illetve az LMBTQ lobby követeléseit is. Ki tudja, mire vetemednek még a jövőben a nekünk jogosan járó pénzek elvonásával is zsarolva minket. Fel kell tehát tennünk a kérdést. Magyarországnak feltétlenül minden körülmények között az Európai Unió tagjának kell lennie? A Mi Hazánk mozgalom szerint nem lehet egyik évről a másikra kilépni, de el kell készítenünk az Európai Uniós csatlakozásunk mérlegét, és számba kell vennünk az egyéb lehetőségeinket is. Az unión kívül is van élet, az unió megszűnése után is lesz, 2030-ra készen kell állnunk erre. Az alaptörvény jelenleg sajnos tiltja, hogy népszavazást tartsunk a tagságunkról. A kérdésem az, miniszterelnök úr, hogy hajlandó-e módosítani az alaptörvényt, hogy az EU-ba történt belépéshez hasonlóan a keserű tapasztalatok után a kilépésről is népszavazáson dönthessen a magyar társadalom. Várom érdemi válaszát. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki válaszol az elhangzott azonnali kérdésre. Miniszterelnök. Így is föl lehet tenni a kérdést, ahogy ön fogalmazott, tisztelt képviselőtársam, hogy feltétlenül és minden körülmények között tagja kell-e egy országnak, így Magyarországnak például, az uniónak, tagja kell-e lenni az uniónak. Én másképp, ez egy fontos kérdés, csak én máshonnan közelítek az ön dilemmájához. Én azt a kérdést teszem föl, hogy mi az értelme az Európai Uniónak. Az Európai Uniónak az az értelme, hogy azok a nemzetek, amelyek társulnak egymással, azok megmaradjanak. Ezért az uniónak is csak addig van értelme, amíg az társult, az unióba belépett országok, tagállamok nemzeti megmaradását elősegíti. És ez az értelme, ez a célja. Ezért hozták létre, és mi ezért csatlakoztunk oda. Tehát az én véleményem az, hogy igen, legyünk tagja az Európai Uniónak, vívjuk meg a belső csatákat, hogy a mi uniónk olyan közösség legyen, amely azt a célt szolgál, hogy mi magyarok úgy, ahogy akarunk, ahogy a történelmünkből, a hagyományunkból, a fölfogásunkból, a szívünkből, a filozófiánkból következik, tudjuk élni a saját életünket, és 1000 év múlva is itt álljunk és vitatkozzunk, ha nem is személy szerint, de hát azok, akiknek akkor ez lesz majd a dolga. Ha innen nézzük a kérdést, akkor szerintem jó helyen vagyunk az Európai Unióban. A másik kérdés, amit ön föltesz, az a versenyképességgel és az Európai Uniós pénzek dolgával függ össze, ami engem is bánt, önhöz hasonlóan, hogy olyan képet alakítanak ki, ez szerintem a nyugatiak propagandájának köszönhető egyébként, minthogyha egyébként az Európai Unióból mi pénzt kapnánk. És mi nettó nyereséget könyvelnénk el, még más államok meg nettó befizeték lennének, mint Németország. Mintha nincs időm ezt kifejteni, ez inkább egy egész plenáris ülés kellene, csak szeretném világosítani, nem így van. Nem így van. Sőt, ha van igazán nettó győztese, nyertese az egész Európai Uniós költségvetési rendszernek, az maga Németország, aki az egész európai gazdaság legnagyobb nyertese, pedig az a benyomás első látása, mintha ő befizető lenne. De nem, ő nettó haszonélvezője ennek a rendszernek. Köszönöm, miniszterelnök úr! Viszont válaszra megadom a szót, képviselőasszony. Tisztelt miniszterelnök úr, nem lehet nem észrevenni, hogy az Európai Unió merre tart.
Nem véletlenül kezdtem a felszólalásomat a 16 évvel ezelőtti csatlakozással, és nem véletlenül zártam azzal, hogy 2030-ra Magyarországnak fel kell készülnie az Európai Unión kívüli, vagy az Európai Unió utáni életre, hiszen egy olyan birodalomról beszélünk, amely a szuverenitásunkat korlátozza, amely véglegesen gyarmati sorba akarja taszítani Magyarországot, és a multicégeken keresztül kiszivattyúzza innen a pénzt. Lehetővé kell tenni a Mi Hazánk mozgalom szerint az alaptörvény módosításával, hogy ismételten népszavazáson dönthessünk a tagságunkról. Arra kérem miniszterelnök úr, hogy erre válaszoljon, hogy hajlandók-e megnyitni ezt a lehetőséget a magyar emberek előtt, hogy a csatlakozáshoz hasonlóan a kilépésről is népszavazáson dönthessenek. Várom érdemi válaszát. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolj miniszterelnök. Azt támogatom, hogy az Európai Unió kérdésekről a magyar parlament döntsön. Ami pedig a 2030-as évszámot illeti, vagy 28-as, az szerintem nagyon fontos évszám, mert akkor be fog következni egy olyan, reményeink szerint is, ha jól dolgozunk, akkor bekövetkezik egy olyan helyzet, amikor Magyarország nettó befizetővé fog válni az Európai Unióba. És akkora fog kiegyenlítődni az a különbség, amit a kommunista múlt miatt mi versenyhátrányként eddig elszenvedtünk, és a többiek számára versenyelőnyt jelentett. Tehát a számok azok úgy néznek ki, hogy éves szinten és átlagosan, nyilván itt nekem 17-es adataim vannak, éves szinten átlagosan 5,7 milliárd euró ment uniós tagállamokban működő vállalatokhoz Magyarországról. Különböző jogcímeken. Ennyit vittek ki, ahogy ön szokott fogalmazni. És ezzel szemben áll, hogy az unió költségvetéséből pedig kapunk 4,2 milliárd eurót. Teljesen világos a helyzet. Az azért van, mert itt kommunizmus volt, ugyanakkor csatlakoztunk az unióhoz, ami azt jelenti, hogy hátrányból kell versenyeznünk, az unió kompenzálja a támogatásnak látszó pénzekkel egy részét annak a pénznek, amit a versenyelőny okán innen ki tud vinni. De 2030-ra ez megváltozik, még ezt mondom, erősek leszünk, nagyok, érdekeinket érvényesíteni tudjuk, fejlődni fogunk, és az fog történni, hogy Magyarország bizony a legjobban fejlett országok közé tartozva nem nettó pénzkivevő, nettó befizető lesz majd, és akkor gondolkodhatunk azokra a kérdésekre, amiket ön fölvetett. Megköszönöm.